Ukrajna kész orosz biztonsági garanciák nélkül is meghosszabbítani a Fekete-tengeri Gabona egyezmény hatáját, és ezt jelezni fogja a közvetítőként eljáró ENSZ-nek és Törökországnak is, jelentette be hétfőn Volodymyr Zelenszky. Ukrajna elnöke kiemelte, hogy volt két megállapodásuk. Ukrajna, Törökország, ENSZ, a másik egyezmény Oroszország, Törökország és az ENSZ között. Így amikor Oroszország azt mondja, hogy felfüggeszti az egyezményt, akkor lényegében az Antonio Guterres ENSZ főtitkárral és receptaib Erdogan törökelnökkel kötött megállapodást bontja fel. Nem velünk, nekünk nem volt semmiféle megállapodásunk velük, mondta Volodymyr Zelenszky. Továbbá kiemelte, hogy Oroszország nélkül is mindent meg kell tenni, hogy használni tudják ezt a fekete tengeri folyosót. Nem félünk, hangoztatta az ukrán államfő, aki szerint a hajó tulajdonos vállalatok már jelezték, készen állnak, Ukrajna elindítja, Törökország pedig átengeri a gabona szállítmányokat. Dmitro Kuleba, ukrán külügyminiszter a témával kapcsolatban kiemelte, hogy az alternatív szárazföldi útvonalak nem tudják kiváltani a fekete-tengeri gabona egyezmény keretében folytatott tengeri szállítmányozást. A Gabona Egyezmény hatája a hétfőn éjfélkor járt le, Oroszország pedig közölte, hogy nem újítja meg. A Kreml mindazonáltal arról biztosította az érintetteket, hogy Moszkva kész azonnal visszatérni az egyezményhez, ha teljesülnek annak Oroszországra vonatkozó feltételei. Recep Tayyip Erdogan török elnök, akinek országa közvetítőként járt el a Gabona megállapodás megkötésekor, közölte, hogy továbbra is úgy véli, hogy Vladimir Putyin orosz elnök az egyezmény folytatását akarja. Hozzátette, hogy a török is az orosz külügyminiszter hétfő délután tárgyalt. Antonio Guterres sajnálatosnak nevezte Moszkva döntését, viszont szintén jelezte, hogy nem hagy fel a nemzetközi erőfeszítések összehangolásával annak érdekében, hogy az orosz és az ukrán mezőgazdasági termékek, illetve műtrágyák eljuthassanak a világ piacaira. Mindemellett elismerte, hogy továbbra is fennállnak olyan akadályok, amelyek nehezítik az orosz termékek exportját. Az orosz külügyminisztérium már előzetesen jelezte, hogy megfontolják a Gabona Egyezmény folytatását, amennyiben kézzelfogható eredmények születnek az orosz fél követeléseit illetően. Ezen feltételek közé tartozik az orosz gabona és műtrágya exportot akadályozó szankciók eltörlése. A francia külügyminisztérium állásfoglalásában felszólította Moszkvát, hogy hagyjon fel a gabona egyezmény megújítását érintő zsarolással. Nyilatkozatukban kiemelik, hogy Franciaország elítéli, hogy Oroszország felfüggeszti részvételét a Fekete-tengeri gabona egyezményben. Oroszország egyedül felelős a hajózás akadályozásáért abban a tengeri térségben, mert illegális blokádot van az ukrán kikötők köré. Véget kell vetnie a globális élelmezés biztonságával kapcsolatos zsarolásnak, és felül kell bírálni a döntését, emelte ki a francia diplomácia.